Szeretettel köszöntök mindenkit Krakkóból, innen a Vistula partjáról. Itt vagyunk az egyik legszexibb rooftop teraszon, a Hotel Kosek Orangeria nevezetű kis éttermében. Mellettünk a Vidok, ezt a két helyet mindenképpen érdemes itt megnézni a Vistula partján, hiszen innen nyílik a leggyönyörűbb kilátás a régi várostérre, a Mária templomra és a Wawel dombra, ahol a királyi vár található a híres Zsigmond kápolnával és Leonardo Hermelines hölgy című festményével, ami az egyetlen Leonardo festmény, ami itt található Lengyelországban. Krakkóról azt mondják, hogy Lengyelország kulturális és kulináris fővárosa. Mind a kettőből szeretnék egy pici ízelítőt adni. Természetesen ugye a divat az egyik legfontosabb megnyilvánulási formája a kortárs kultúrának, úgyhogy mindenképpen izgalmas lesz a ma esti show, és természetesen néhány izgalmas éttermet is meg fogok látogatni. Gyertek vele! Jó estét kívánok mindenkinek, itt vagyunk újra, ahol már délután egyszer ellátogattunk Kássához, a Studio Culinaire névben, ami itt van a Gazova utcában, ez a régi zsidó negyednek az egyik utcája, nagyon jól néz ki, és ahol vagyunk, az pedig itt volt a régi buszgarázs, ahol most a Műszaki Múzeum található, és egy ilyen fantasztikus régi garázs épületben alakítottak ki az éttermét. Ez most már a második desszertünk, az első is isteni volt, hibiszkusszal, de most Kássa mutatott nekünk egy olyat, ami egy csokoládékék, sós karamellel, magyaróval és popcornból készült, patogatott kukoricából készült fagylalt és por. Van. Ugye a visegrádi négyek országához tartozó Lengyelországban is van két nagy fashion rendezvény, egy Varsóban, egy Krakkóban, és ma fog megrendezésre kerülni a Krakkó Fashion Awards, amire elhívtak engem, hogy a média zsűriben vegyek részt. Este lesz egy fantasztikus show, amely egy kicsit a mi gombolt újránkra fog hasonlítani. Végzős divattervezők, fiatal divattervezők munkáit fogjuk majd zsűrizni.